Munkácsi Anita és Nagy Idai Gergő érkeztek hozzánk, mindketten a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei, és mellette ideiglenes befogadó státuszban vagytok. Ez ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag ti ezeket a kis négylábúakat most csak így átmenetileg gondozzátok? Egy kicsit olyanok vagytok, mint a nevelőszülők? Igen, azt hiszem, hogy pontosan ezt a szerepet töltjük be. Hát volt már nálunk sokféle kutyus, olyanok, akik egészen picik voltak, tehát őket 2 hetes koruktól neveltük, és akkor például most a Pille ő 10-12 hetes, de jellemzőbb, hogy olyan az utóbbi időben olyan 5 hónap körüli kutyusok voltak nálunk. Meséljétek egyáltalán azt el, hogy hogy lettetek ilyen befogadó kutyustartók, meg hát ugye mindketten művészek lévén nyilván napközben próbáltok, este játszotok, tehát azért egy kicsit ilyen az átlag emberhez képest egészen más a bioritmusotok, meg a napi beosztásotok. Ebbe belefér az, hogy kutyusokat tartotok? Igen, lehet, hogy pont így lehet kihasználni az időt arra, hogy tudjunk egy kicsit foglalkozni velük. Ez úgy kezdődött, hogy ott a parkban elég sokszor fordultak meg mindenféle kóborkutyák, és akkor hát ugye abszolút magunk vállalkoztunk arra, hogy akkor hazavisszük, Mangó okoskutya elfogadja azt, hogyha más van a közelében, ott vagy olykor nem, de meg kell vele dumálni, és akkor ezt így nagyon jól tudja művelni, tehát nagyon toleráns más kutyákkal szemben, és aztán kialakult valahogy a kapcsolat, hogy ezt tudjuk direktbe is művelni. Tehát nem bízzuk a véletlenre azt, hogy mikor találkozunk össze egy kóborkutyával az utcán, hanem mi tudjuk a kezünkbe venni azt, hogy akkor milyen korú kutyákkal foglalkozunk. Az is kiderült, hogy a kölyök kutyákkal egy picit könnyebb, vagy lehet, hogy nem. Hát igazából a Mangó jobban fogadja a kölyök kutyákat, bár nagyon nagy türelem szükségeltetik részéről. Ő kislány vagy kisfiú amúgy? Mangó már egy hölgy, úgy szoktuk mondani. Ő már egy öreg hölgy, és igazából a kapcsolat az ott kezdődött, hogy a Mangó 11 évvel ezelőtt az Old Tamás kollégánk kivitt minket a menhelyre, és akkor a Mangót mi örökbe fogadtuk az Állatbarát Alapítványtól. És aztán pedig újra ez a dolog akkor élet fel, amikor 6 egészen pici 2 hetes kölyök kutyának kerestek gyakorlatilag pótmamát, és pótmamát nem találtunk, tehát aki 4 lábú lett volna, és akkor úgy gondoltam én egy próba folyamat kezdetén, azt hiszem, hogy akkor én vállalnám ezt a feladatot, Gergő pedig segítkezett. Ez egy nagyon kemény időszak volt, mert ugyanúgy, ahogy nyilván... Működtetni kellett. Igen, tehát egy 3 óránként ébredni éjjel is, és cumisztatás, pisiltetés, minden egyéb, meg hát az összes velük járó dolog, ami ugye a lakásban sajnos megtörténik. Kezdeti időkben még akkor a probléma nem is volt ezzel, hanem amikor már ugye kénytelenek voltunk őket kiengedni, mert azért egy kutyaóviban mégsem élhetik le az életüket, és akkor hagytuk, hogy alkalmazkodjanak hozzánk, mi is hozzájuk. Lássák azt, hogy körülöttük mozog egy másik lény. Na hát ilyenkor ugye ők végzik a dolgukat. Tehát a partfish, a felmosórongy, a WC-papír és egyebek, ezek állandó körbetekerés állandó kellékei is voltak a lakásnak. Ugye most itt a lakásunkat jártuk körbe, és ti itt utolsó vendégként gyakorlatilag azért azt bizonyítjátok, hogy nagyon jól élnek a kutyusok a lakásban, legyen kis lakás vagy nagy lakás, hogyha megtanulják a bizonyos szabályokat. Ez gondolom, hogy az ő esetében még azért nagyon az elején jártok. Szobatiszta már? Nem, Pille nem szobatiszta még. Mindenképpen szerettem volna azt elmondani, amikor tudtuk, hogy ide jövünk, hogy amikor valaki lakásba választ kutyát, ez egy fontos dolog, hogy milyen kutyát választ. A Gergővel ezzel nem vagyunk, azt hiszem, teljesen egy véleményem, mert ő mindig azt mondja, hogy ha a kutya melletted van, és te szereted őt, akkor te a gazdája vagy, és ő boldog. És az így is van, de mondjuk Pillénél például észrevesszük azt, hogy ő egy ilyen német juhász-szerű valamicsoda, és gyapjas. Tehát neki ebben a 38 fokban a második emeleten most annyira nem kellemes. Nyilván most egyik kutyának sem, de egyébként, ha az ember tudja, hogy 36 négyzetméterre költözik, akkor nem biztos, hogy egy Bernát hegyit kell válasszon maga mellé. Persze nincs kizárva, de nem biztos, hogy az kell. Mi nekünk is, és akkor most egy kicsit azt mondom pont az ellenkezőjét, hogy a Mangó egy terrier formájú és vérű kutya, azt gondoltuk, hogy
nem lesz könnyű ez, nagyon nagy a mozgásigénye, de hál' Istennek nekünk is nagy a mozgásigényünk, és vele nagyon sokat jártunk erdőt, Gergő rengeteget labdázott, frisbizett vele, tehát mozgattuk folyamatosan. És Mangó lett az a kutya, aki azóta, hogyha azóta ő kikerül udvarra valami módon, mert Gergő szüleinél például nincs ő bent a lakásban, akkor ezt ő azért annyira már nem szereti. Pláne, hogy öregszik, ő nagyon szereti a kanapét, a saját fotelját, és akkor ő ebbe szocializálódott igazából. Tehát ő egy igazi kis hölgy. Hát ő, igen, öreg hölgynek hívjuk most már, Pille kis hölgy. Pille még nagyon az elején jár ennek a dolognak. Ilyenkor az nekünk az vált be igazából, de ez csak tényleg a saját tapasztalatunk, hogy minél többet levinni őt, és akkor, amikor ő lent elvégzi a kis folyóügyeit, akkor nagyon-nagyon megdicsérni. Mi sosem bántottunk kutyát azért, mert bepisilt, bekakilt, mert hiszen ami kicsik is, ugye maga ez a kis rendszerük sem úgy működik, hogy az most 2 órára legyen beállva. És azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy így, amikor nagyon pici, akkor lehetőleg tényleg sok időt töltsön a gazdájával. Tehát ameddig a szokásai kialakulnak, a szocializációja. Tehát ha valaki egy nagyon-nagyon problémás élethelyzetben van, vagy rettenetesen sokat dolgozik, akkor nem biztos, hogy érdemes kis kutyát keresnie, vagy... Ez teljesen mindegy. Minket abszolút váratlanul szokott ez érni. Tehát valamikor tulajdonképpen az egész napunkat bent töltjük a színházban. Tehát éjszaka megyünk haza, de valahogy, hát ugye szerencsés helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy a színészház ott van tőlünk 50 méterre, mert igazából egy szünetben is át tudunk menni, és akkor esetleg még ugye korábban Mangót le tudtam vinni, még akár egyet frisbizni vagy labdázni is. Az ő esetében ugye az a baj, hogy neki még nincsenek meg az oltásai, és ilyenkor nagyon könnyen elkaphat betegséget, és ezért nem is ajánlott levinni a kölyök kutyát forgalmasabb helyekre, vagy olyan helyekre, ahol más kutyák megfordulnak, mert ők ugye azért, mert nincsenek tünetei valamilyen betegség, azt hiszem, ettől még hordozhatják ezt, és akár csak a tappancsukkal is ott hagyhatják a nyomát egy-egy veszélyesebb betegségnek. Hány kutyus él a színészházban velük együtt? Hát vagy kutyája, vagy macskája, azt mondhatom, hogy szinte mindenkinek van, de ezt most így szám szerint nem tudnám megmondani, de alapvetően nagyon állatbarát közösség vagyunk mi. Úgyhogy... Igen. Igen, a Szabó Márti kutyája és Mangó. Igen, igen. Igen, már egy kicsit elfáradt. Új helyen van, és ilyenkor ő már olyan méltatlankodik, és nyűgösebb egy kicsit. Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon szép dolgot csináltok. Azt gondolom, hogy ezzel ötletet adtunk egy pár nézőnek, hogy lehet tehát nevelőszülőként kutyusokat gyakorlatilag belenevelni majd egy olyan családba, ugye, akik őket gondozni fogják, hiszen ők éppen addig lesznek nálatok, ameddig nem találnak nekik egy gazdit. Igen. Illetve mi is keressük a gazdikat. És ti is keresitek. Nekünk Gergővel lett egy olyan gondolatunk, hogy menhelyre kutyát vissza nem viszünk, tehát addig megyünk, amíg... hiszen ő megszokott egy családot, egy közeget, és aztán őt bezárni egy kennelben nem annyira ér. Tehát akkor akár ennek a gyönyörűségnek is keresünk szerető gazdikat, vagy nálatok, vagy itt a Kölcsei Televízióban is lehet jelentkezni. Akkor jó nyarat nektek, hamarosan kezdődik ugye az új évad, és majd sok sikert, sok tapsot. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Kedves nézőknek is köszönjük az egész esti figyelmet, és reméljük, hogy otthonosan érezték magukat. Ma este is velünk, várjuk Önöket egy hét múlva is. Kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra! Thank you.